A nyilvános rendezvények, bulik és a már hagyománnyá vált bálok összegyűjtik a fiatalokat. A VMS Óbecsei Ifjúsági Fóruma harmadik alkalommal szervezte meg Valentin napi bálját, ezúttal is az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nagytermében. Úgy tapasztaljuk, hogy a fiatalok egyre nagyobb érdeklődés mutatnak ezek a bálok iránt, úgyhogy ahogy múlik az idő, annál többen vannak a bálainkon. A múltkori bálunkban decemberben több mint 500-an voltak. Most nem tudom előre megjósolni. Körülbelül 400-at most is várunk. A bálba Vajdaság más településeiről is eljöttek a fiatalok. A legtöbben megemlékeznek a Valentin napról, de vannak olyanok is, akik nem tartják hagyományos ünnepnek. Igazából én nem ünneplem a Valentin napot. Szerintem ez nem teljesen a mi ünnepünk, de ennek ellenére természetesen tiszteletben tartom azokat, akik ünneplik. Hát én nekem nincs senkim, így magam vagy a barátnémmel ünneplem, és hát összeszoktunk jönni társasággal, és így ünnepeljük. Valentin napot a párommal együtt ünneplem, egy ilyen kis romantikus vacsorát szervezünk, ajándékozás, gyertyafény, romantikus zene. Február 14-e nem csak a szerelmesek napja, ugyanis Szent Bálint a fiatal házasok, lelkibetegek és epilepsziával élők védőszentje is. Ehhez a naphoz világszerte különféle szokások és hagyományok fűződnek.